6 új pályázati felhívás jelent meg a vidékfejlesztési programban, összesen 138 milliárd forint osztható szét. Az eddig kiírt pályázatokkal együtt az 1300 milliárd forintos uniós keret csaknem 50%-át a gazdák rendelkezésére bocsátották. Az önkormányzatok, a mezőgazdasági termelők és a magánerdőgazdálkodók számára biztosítanak fejlesztési forrást. A 2000 lakos alatti települések szennyvízkezelés korszerűsítésére 12 milliárd forintos keretből pályázhatnak, az alapvető szolgáltatásaik fejlesztését pedig egy 26,9 milliárdos büdzsé fedezi. A gazdálkodók a most megjelent pályázati írásnak köszönhetően kompenzációs kifizetésekre is beadhatják a kérelmüket a Natura 2000-es erdő, mezőgazdasági területek, illetve a természeti hátránnyal érintett területek számára. Erre majdnem 75 milliárd forint van. A mezőgazdasági biztosítási díjhoz 23,7 milliárdot különített el a szaktárca. Ezeken a pályázatokon azok a mezőgazdasági termelők, mikro- és kisvállalkozók indulhatnak, amelyeknek már van egy lezárt üzleti évük, valamint feltétel még, hogy az összes árbevételük legalább felének mezőgazdaságból kell származnia. Amire pályázhatnak, ugye mezőgazdasági termékek feldolgozása, Onex 1-es termékek feldolgozása, ami a TEAOR 10-11-es kategóriába tartozik, tehát ez az élelmiszerfeldolgozás, illetve az üdítőital gyártás termékekre vonatkozik, kivéve alul a takarmánytáp előállítást, illetve a szőlőbor készítést, valamint a halfeldolgozást. Ezekre a feldolgozási termékekre nem nyújthatnak be pályázatot. A visszanemtérítendő támogatás mértéke 50%, egyéni vállalkozók és kistermelők maximum 500 millió forintig, konzorciumok másfél milliárd forint összegig pályázhatnak. A miniszterelnökség mintegy 610 milliárd forintot nyitott meg a vidékfejlesztési program keretében, ez a felhasználható keret közel 50%-a. És az idén kiírják az összes vidékfejlesztési tendert. A stúdióban köszöntöm Lipők Sándort, az Európai Uniós Fejlesztésekért felelős megyei miniszteri biztos. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a tévénézőt. Ezt most már mindenki tudja, hogy az idén az összes vidékfejlesztési pályázatot lehet látni, és lehet indulni ezeken a pályázatokon, csak nem az 50%-át kiírták, és a gazdák rendelkezésére bocsátották. Milyen a pályázati aktivitás? Talán ez a legfontosabb kérdés most. 19 témakörben írták ki, hogy a bárhol vidékfejlesztésben a pályázati témaköröket. Az aktivitás tekintetében gondolkodások vannak. Én magam is részt vettem a mai napon egy olyan gondolkodásban, ahol egyeztetések voltak, hogy akkor milyen témakörben, milyen keretösszeggel történjen a támogatásnak a lehívása, felhasználása. Itt szeretnék fölhívni arra a figyelmet többek között, hogy a támogatásnak a mértéke függ attól, hogyha valaki egyénileg például egy cég pályázik, akkor mondjuk konkrét esetről van szó, akkor 500 millió forint a fejlesztési forrás, amire támogatást lehet szerezni, viszont ha összeáll 5 cég ebben a kérdéskörben, vagy tészek közreműködésével történik a forrás felhasználása, akkor akár ez másfél milliárd forint is lehet adott projektre vonatkoztatva. Itt egy konkrét pályázati kiírásról beszéltem, de hát azért számtalan pályázati kiírás is létezik. Nagyon sokan várták ezeket a pályázatokat, a kis és közepes vállalkozók, tehát ez a szektor, illetve a családi gazdaságok is, hogyha az agráriumot nézzük, mi a jellemző? Inkább egyénileg a vállalkozások önállóan méretetik meg magukat ezeken a pályázatokon, vagy jellemző egy ilyenfajta összefogás, együtt gondolkodás, vagy a programokat komplexen kezeli több vállalkozás is? Én úgy látom, hogy egyén inkább családi gondolkodás van olyan állapotában, hiszen a kis és középvállalkozások és családi gazdaságok támogatása az elsődleges célja és prioritása ezeknek a programoknak. Nagy üzemek támogatására nem kíván a kormányzat forrásösszeget fordítani ezekből a vidékfejlesztési programokról, illetve hát a legfontosabb dolog itt a technológiai fejlesztés és korszerű emberi erőforrás által vezérelt vagy tevékenységet folytató beruházásoknak a megvalósítása, és elsősorban a KKV-któl és a családi gazdaságoktól várjuk azt ezeknek a forrásoknak a felhasználásával kapcsolatosan, hogy új munkahelyek teremtődnek, és a vidéki élet, a vidéki tér az belakhatóbb, vonzó lesz a fiatalok, az itt maradók számára is. A kis és közepes vállalkozások bármelyik szektorban, de az agráriumban is az elmúlt időszakban beruházásokra, fejlesztésekre kevesebbet költöttek, illetve csak az Európai Uniós források felhasználásával, némi hitellel tehették azt. Nagyon sokan várják ezeket az uniós forrásokat, hiszen azokat a beruházásokat, ami egyébként a foglalkoztatás növeléshez vagy bővítéshez kell, ezekből tudják fedezni. Mit mondanak a gazdálkodók, hogyan gondolkodnak ezen a területen, tehát szeretnének-e foglalkoztatást növelni, vagy
tehetik-e? Változó a helyzet, vannak olyan gazdák, vannak olyan vállalkozások, akik például eddigiekben úgy létesültek, úgy fejlesztettek, hogy az a kis saját bevétel, amit megtermeltek, azt igyekeztek visszafordítani az ő tevékenységünknek a bővítésére, fejlesztésére. Mi elsősorban szeretnénk ezt is ajánlani, hogy vannak ezek a lehetőségek, és ezeknek a lehetőségeknek, ezeknek a pályázati lehetőségeknek az igénybevételével próbálják ezt minőségileg hamarabb, és természetesen akkor minimális, tehát azt jelenti, hogy akár a támogatás intenzitás mértéke 50%-os mérték is lehet, akár több, vagy bizonyos esetekben maximálisan elérheti ezt a jellegű mértéket, illetve akár ezt a mértéket is meghaladhatja, hiszen ha összefogásban gondolkodnak, akkor itt említettem, hogy ha 5 vállalkozás együtt gondolkodik, vagy tészek gondolkodnak, akkor akár ez 10%-kal több is lehet az adott esetben, és nagyon fontos lenne a munkahelyteremtésnek a kérdése. Vannak olyan gazdák, akik még ebben nem gondolkodtak, én szeretném azt is, és örülök annak is, hogy van ez az adás, hogy a pályázat.gov.hu elérhetőségen ezen a websájton legyenek szívesek a konkrétumokról tájékozódni, illetve hát vannak szakemberek, vállalkozások, non-profit szervezetek, akik foglalkoznak ezeknek az információknak a információkkal kapcsolatos megosztással a vállalkozások részére, éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Ugye a munkahelyteremtés az kulcsfontosságú ennél az Európai Uniós költségvetési ciklusnál számunkra, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára is régen mondják, hogy az agráriumban az élelmiszeripar erősítésére, illetve az agrártermékek feldolgozására nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Ebben az irányban történt-e elmozdulás, vagy történhet-e elmozdulás, mit gondolnak erről? Itt elsősorban azt gondoljuk, hogy nem csak az új munkahelyek teremtése, hanem meglévő munkahelyek megjelzésé. És ha ezeket a technológiai fejlesztéseket az adott vállalkozások nem fogják tudni végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy ők nekik az európai piacon kell versenyezni. Azok a versenytársak ezeket a technológiai fejlesztéseket végrehajtották, és korszerű technológia mellett lehet a versenyképességet megőrizni. Tehát a meglévő munkahelyek megőrzésében is fontos ezeknek a forrásoknak a felhasználása. A gazdasági szereplők, elsősorban nyilván vidékfejlesztésről beszélünk, a kis és középvállalkozások számára. A másik fontos terület, hogy olyan jellegű kisüzemek létesüljenek a pályázati kiírások között, konkrétan van is ilyen, ahol az üzemek fejlesztése az elsőleges élelmiszeripari termékeknek a feldolgozottságát, a hozzáadott értéket növeljük, mert azzal szembesülünk, jó magam is folytattam tárgyalásokat európai uniós vállalkozásokkal más országokban, és az látszik, hogy köztudottan tudják rólunk, hogy mi az elsőleges mezőgazdasági termékeket kivisszük, ők ezt ott feldolgozzák és visszahozzák a magyar piacra. Hát ez célszerű lehet akkor itthon feldolgozni és a magyar piacon értékesíteni, ebben óriási tartalékokat, lehetőséget látunk, nem csak Magyarországon, de különösképpen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is óriási tartalékok vannak. Ehhez hívjuk partnerül segítségül a kis és középvállalkozásokat, a családi gazdaságokat, hogy próbáljuk ezt együtt megvalósítani, hogy vidéken érdemes legyen élni, és a vidéki teret meg tudjuk tölteni tartalommal, munkahelyekkel. A vállalkozásoknak vannak innovatív ötleteik? Igen, vannak innovatív ötletek. Én látom, hogy ugyebár nagyon sok mezőgazdasági termék tekintetében az látszik, hogy feszültségek vannak, gazdasági feszültségek vannak. Én most konkrét termékeket nem kívánnék kiemelni ebben a riportban, és azt jelenti, hogy a gazdák nem tudják, nem takarítanak be, azért nem takarítják be az adott terméket, mert a piacon nem tudják értékesíteni. Ha földolgozásban lenne kapacitás, akkor azt jelenti, hogy a földolgozóipar, vagy ha ők megteremtik saját maguknak összefogással, tehát erre is buzítom a gazdákat, ha van egy összefogás és van valami elképzelésük, lehetőséget ad a pályázati kiírás arra, hogy maguknak megteremtsék a feldolgozást, és ha föl van dolgozva a termék, akkor már a termék az 365 napig beraktározható, eltehető, és az év 365 napján értékesíthető, nem csak akkor, amikor ezt a terméket betakarítottuk, akkor rögtön az értékesítésbe gondolkodunk, tehát ezen a szemléleten kéne egy picit változtatnunk. Vagy nem olyan áron tudják értékesíteni, ahogyan ők elgondolják, vagy amennyiért legalább előállított. Szerintem mindenki értette, hogy milyen a gyümölcságazaton belül, mire gondolunk, mi a kertészeti ágazaton belül, de hát kell ezen a területen a változás, változtatás. Még egy percet szánjunk arra, hogy a vidékfejlesztési pályázatok között vannak olyan pályázatok, amelyeket az önkormányzatoknak és kimondottan a kis településeknek szánnak. Melyek ezek? Ha
itt a kis települési civil szervezeteknek és elsősorban egyházaknak is van, itt épületfejlesztésre, energetikai korszerűsítésre kell gondolni. Ezek minimális részt képviselnek ezen a területen, de természetesen ez azért van, mert a vidéki térségben a kisebb önkormányzatoknak a lehetőséget szeretnék ebben a történetben megteremteni. Ez is egy fontos szempont a vidék számára, hiszen vannak olyan jellegű problémák, amelyeket a civil szervezeteknek, az egyházaknak, illetve a non-profit szervezeteknek, önkormányzati szervezeteknek és maguknak az önkormányzatoknak kezelni kell. Illetve az önkormányzatok esetében vannak még olyan kis települések, ahol szolgáltatásfejlesztésben lemaradtak vagy elmaradtak az előző ciklusban, hogyan pótolhatják, milyen területeken pótolhatják most, hová pályázzanak, mire pályázzanak. Konkrétan itt, amit én néztem, tehát ugyebár minden településnek más az adottsága, más a helyzete. És az adottságokra, helyzetekre, kiírásba például a konkrét pályázat tekintetében 10 000 lakosságszám alatti települések pályázhatnak, illetve hát itt van még a LEADER-nek a kérdése. A LEADER ügyben ugyebár a települések lehetőséget kapnak majd pályázatra, itt a LEADER közösségnek megvan az a forrás indikátor összeg, amelyet az adott település létszám föl fog tudni használni, de itt még előkészületi stádiumban vannak ezek a lehetőségek. Ez azt jelenti, hogy a programokat kell megvalósítani, ezeket a programokat, ha jól emlékszem, április végéig kell leadni, és a programok tekintetében a megvalósítás az év második felében nyílik majd meg a pályázati lehetőségek, de ezek a programok, ezek úgy készülnek el, hogy meg vannak kérdezve a települések, hogy mire szeretnének pályázni, és a program magában úgy lesz összeállítva, és azért nem tudok erre konkrétan válaszolni, mert minden településen más és más jellegű probléma merül föl, és egyedileg ezeket az igényeket beépítik majd a programokba, amelyek pályázhatók lesznek. Itt elsősorban úgy látom, ilyen 30 millió forintos összeg határig lehet majd ezeket a problémákat kezelni a LEADER közösségen belül. Nyilvánvalóan nekik már van ötleteik, hiszen ezek a közösségek, ezek hálózatban működő képes közösségek jelen pillanatban is. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk és beszélhettünk erről. Erről még sokat fogunk beszélgetni a jövőben. Köszönöm szépen a lehetőséget.